Gyerekek, tetőboncolás van. Leszettem a plét, kiszedtem a tubajforokot. Nézzétek meg, már is mennyivel jobban néz ki a ház. Bár mondom, nem az esztétikáért csinálom ezt. Nem csak azért, hogy tudjam szépen befejezni az ereszt. Á, de sokkal faszábú néz ki. És még ugye, amikor fel lesz alultéves előle a borító. Ja, nagyon király lesz. Ja, fölösleges volt az, nem védett majdnem semmit. Csupú nézett ki, meg itt elvette a helyet, meg a fényt. És sokkal jobb lesz itt, így. Na, és kb. 12 inch lók ki, és itt volt ez a 4 plywood darabom, amit mondom, arra vágattam, hogy bent pócok legyenek a munkaasztalok alatt. Egyet oda is próbáltam, tökéletesen talál oda. Úgyhogy azt csinálom, hogy most felcsavarozom. Hosszan kb. Elég is lesz ez a 4 deszka végigéri. Jó, még lehet kell egy darab, mert ki kell jövök egészen idáig. Az utolsó tubaj szikszig. Olyas, amit még elfelejtettem, ide kell. Kell még egy darab tubajforma, itt egymás mellé voltak téve. És egyik kinnebbá, mint a másik. Hát kell még egy darab tubajfort vegyek ide, és a túlsó felire. Nem, bocsánat, a tubaj szikszet, a szélesebbet. Sajnos azt hiszem már nincsen. Ja, van ott egy 2x8-asom. Ezek 2x4-esek. Na, vagy lehet, hogy csak 2x4-est. És akkor úgy arra a fasz csiát. Fejsa úgy állítik ki. Nem fejsal, nem csak fejsa. Na. Jó van, gyorsan csavarozzon fel alul azt a négyet. Ez itt a kötők. Olyas, akkor elül még ugye hosszan a tubaj szikszekre, hát nem teszem egyből a fejsa bordot, hanem teszek még egy plywood csíkot oda is. Úgyhogy van még bent valami plywoodom, amit asztallapnak vettem még munkapadnak, de most már több munkapadot ugye nem építek. Megvan 4 építve. 2 lesz elő, 2 a konyha részén, és 2 másik felén. És van 2 asztallapom fölöslegesen pluszba, hogy azokat csíkra vágom, és teszek egy plywood csíkot itt elül. Na, halljátok, menjek fel a létre, arra mutassam meg, hogy mi a helyzet. Ja, tehát nem kell semmi F-csatorni, de teszem így fel a lemezt, a plywoodot, csavarozom fel, lefestem, és kész, azt hiszem nem is teszek rá műanyagot, mert fölösleges. Na, tehát itt hosszan hagytam ugye egy ilyen plét, ez még bemegy ide kb. Ideig. Nem tudom, 10 vagy 12 inch széles út, mindegy, de bemegy ide a zsindely alá. Ja, épp tűnődök, hogyha ide beteszek, hogy ide ugye teszem a ide egy hosszan egy ilyen csíke OSB-t, a plywoodot. Ja, pont bemegy itt a plé alá. És akkor gondoltam, lehet elég lenne, hogyha ezt lehajlítanám, és odaszegálném. De ez nem olyan hajlékony, hogy csupú fog kinézni, és lehet nem is ér le végig. Úgyhogy nem foglalkozok. Hanem azt csinálom, hogy ezt majd levágom. Hagyok itt egy, mit tudom, egy pár centit. Vagy lehet így hagyom. És lefestem fehérre. Meglássuk. Vagy barnára. Nem festem, jó van az úgy. Na, tehát ide a plywood, az a lemez alul. Ide még egy, hogy teljesen bezárjuk. És akkor jön a faszcsia, úgyhogy feldugom ide a faszcsiát. Ez a plé alá egy kicsit. Ugye az eső ne tudjon ott bemenni, és az alja pedig bele fog ide kapaszkodni ennek az aljába. És jó van az úgy. És ez a plé ugye még egy extra rálógás lesz az egészre. És lehet majd itt elvágom, és egy kicsit a végét
letűröm, hogy legyen, ne takarja egy kicsit itt még. És jó van az ügy, nem? Ezt a rongyot, ezt le kell vágjam itt a plénél. Mert előbb gondoltam, megtartom, meghagyom. Mégis meghagyhatom, nem? Staplezzem ide. Ja, ide staplezzem, és enni nem kér. Ja. Oké. Okay. És így jön a plywood a rongyra rá. És jó van az úgy, nem? Biztos. Na jó, húzzak belé, hogy legalább az alsó plywoodot ide csavarozzam fel, és ezt a plywoodot ide, mielőtt besötétedik, mert jönnek a szúnyogok. És többit megcsinálom, vagy reflektornál ma este, vagy majd hónap. Attól függ, milyen idő lesz, kedvem. Ja. Na jó. Akkor a következő videóban lehet sötétbe lesz, vagy szürkületbe. Még egy lukkot messziről. Oh yeah. Gyönyörű lesz. Fehér kavicsa a körbe. Barna tető, zöldre, banánok. Very nice lesz, gyerekek. Very, very nice. Na jó. Na közben lement valahol a nap. És szépen dörög itt a közelben van egy nagy vihar. Szerencsére nem fog ide elérni. Morajdik az ég olyan, gyerekek. Na. Felnyomtam ide a négy deszkát. De sajnos, mivel ugye nem egyenletes aznak az építése, így helyenként nem takarta el. Bent itt maradt egy kis rés. Lássátok-e? Na de nem akartam teljesen betenni, habár most már utólag egy kicsit bánom, mert ugye azért tettem így, hogy itt kint a szarufák végével legyen egy illesztessem azért, hogy mikor ráteszem kintről a borítólemezt, hogyha bennebb tenném, akkor nem lenne jó. Tehát így hoztam egy vonalba a külső sikot itt, hogy tudjam. Na mindegy, oda beteszek még valami darabokot, vágok egy csíkot, vagy mondjuk könnyebb lett volna ezt betenni a falig, és utólag vágni ide egy csíkot. Csak akkor nehezebb lett volna összehozni itt az egyenes élet. Végül is lehet, hogy ott van háló, lehet, hogy csak megfújom púrhabbal, és teszek egy sidingot oda. Na, mit tudom én, mindegy, mielőtt a nap, mielőtt sötét lesz, gyorsan, hoppá, milyen villámlott, gyorsan vágjak ide csíkokot, se csináljam itt be az elejét, mert hogy kihúztam a tubajforokot, ott a screenek megsérültek, ugye kiszaggattam a szitalkot, be tudnak menni a szúnyogok, hogy gyorsan, ne, itt van, elvágok még két deszkács, de felcsavarozom, s... Azzal jönnek a szúnyogok, ma a vége. Na jó, mindegy, ha ma este nem fejezem be, akkor befejezem hónap reggel. És kész. Na gyerekek, végeztünk mára, az éjjeli műszakkal. Nincs még olyan késett 10 óra felé, de le akarok feküdni ideibe. Úgyhogy ma befejezem, és aztán hónap folytassuk. Jó, elég jó lett, de azért van egy kis probléma, ami mérges itt. Megmutatom mindjárt. Ja, ügyesen bedobozoltam. Még csak helyenként csiptettem meg 3-4 szeggel, a csavarozás még nem fejeztem be, mert nem vagyok biztos, hogy jó lesz, gyerekek. Illetve jó, elég jó, csak egy kis probléma van. És már mutatom is. A kamerát a fejemre teszem. Megy. Na, ugye itt van a fascia board, az alumínium lemez borító, ami jön így. És az a baj,
hogy ugye egy Tubal Six lógott ki, az 5,5 incse széles, illetve így, és még rájött a 3/4 incses plywood, egy kicsit megdobtas, most már pont 6 incs körül van, és ez is 6 incs. És az a baj, hogy nézzétek meg, ez a baj, itt van a play, ugye nem vágtam le, lehet ezt le kellett volna vágjam, de alája betűrtem. Mindegy, az se nem most, se nem szorozza az a fólia ott. Ez így szép alul fasza. Csak az a baj, hogy itt fent be kéne egy kicsit menjen ez a vas alá. És nem elége hosszú, hogy bemenjen oda a vas alá. És ezzel egy kicsit a méreggel megölet. Most mérgelődök még azon még jobban, hogy az este miért nem vettem a Home Depotba egy 8 incsest is. 2 incsen nagyobb, ami sok, ugye, de le tudnék vágni belőle, és akkor egy kicsi, nem kéne, egy centivel kéne hosszabb legyen. Tehát akkor most vagy azt kell csinálni, hogy, hát három lehetőség van. Vagy így hagyom, és ugye felül még itt van ez a play. Ezt egy kicsit majd úgy legörbittem, levágok belőle, mert túl hosszan kilóg. Mondjuk levágom felit, és ami ott marad, azt legörbittem, hogy kicsit lógjon le, takarja el ezt a felső peremet. De ez egy kicsit szerintem, hogy gagyin fog kinézni. A másik megoldás az, hogy visszaviszem ezeket, és veszek 8 incseset, egy kicsit kivágok belőle mondjuk 1 incset, és lehet nem is kell kivágni, tehát hogyha ez egy kicsit ugye 2 incs ide feljön, lesz itt egy kis rés, az nem gond, mert hogyha teszek ide még egy sidingot, akkor azt ide be lehet engedni. Hát az a másik megoldás, és a harmadik pedig az, amit legkevésbé kívánok, hogy visszabontom az egészet, és helyettesítem ezt a 3/4 incses plywoodot valami vékony anyaggal, nem tudom, 1/4 incses plywooddal, mert fél incs elég lenne nekem, ha nyerek fél incset, az mennyi 1 centi, 1,25 centi, az már elég is lenne. És akkor kivágnék ebből a deszkából egy centit. Vagy nem tudom, mit tegyek. Van az a műanyag, amivel borítottam a fürdőszobát, az nagyon vékony, ilyen 1/8-os. Lehet, azt kéne tegyek ide alul ezek helyett. Van is abból egy táblám megmaradva. Elvágnám 4 csíkba. Na, csak az olyan gagyi hajlik ide-oda, se. Ja, nem, jó lenne fa. Ja, 1/4 incses plywood. Na, ah, francokot. Nem, legjobb az, hogyha visszaviszem ezeket, és veszek-e 8 incseset helyette. Nem? És az még jobb, mert műanyaggal jobban lehet idomítani. Egy-egy bogár úgy jön, baszki, vágtam ott a fűrésszel. Fejemnek úgy neki, mintha belé akarna menni az agyamba. Na, mit szóltok? Ja, ezért is nem fejeztem be itt a szegelést, csak vagy 3-4 szeggel csiptettem meg mindeniket, és alul is csak egy néhány csavar tettem ezekbe, hogy egyet aludjunk rá, és lám hónap még nézzük meg napvilágba, és megvárom, hogy ti is mit szóltok, milyen jó tanácsot adtok. Amúgy kellemes idő van most. Egy kicsit párás, de nem olyan vészes. Nem esett az eső, vagy 2 napja. 2 vagy 3 napja már, nagyon örülök neki. Na, mi legyen? Ez is egy kicsit itt vastag. Nem sok hely van már bemenni oda, izi alá. Hol van egy darab? Siding, vagy mit dugjak oda be, hogy lám. Semmi kézné, mikor kéne. Ja, itt a végére már felsetettem ezt a darabot, ezt majd hónap teszek oda, amikor eldöntöm, hogy mi lesz. Hogy mi lesz a vége. Nem tudom.
Meghalok egy zűrött hajnalon. Na. Műanyagot teszek. Ja, az a baj, nagyon nem is tud bemenni ide, mert ez a plywood kitölti itt azt a rést. Ezt helyett is jó lenne vékonyabbat tenni valamit. Valami csákév, ki kell valamit találni, gyerekek. Azt hiszem a megoldás ezzel a lélemezzel lesz, valahogy lehajlítsuk. Nem tudom, na. Nem, úgyhogy hiába veszem meg akkor a 8 incses a szélesebb borítólemezt ide, hogyha nem tudom jó felpöckölni. El kell vágjam ezt a szart, hogy ne legyen itt útba, lássuk a plét rendesen. Itt van az éle. Le kell vágjam azt a fóliát, le kellett volna vágjam, mielőtt felrakom ezeket. Lássam, hogy... De tudom, hogy mi van itt. Csak az a baj. Na. Mindegy. Egyet aludjunk rá. Ja, jó. És hónap eldöntsük. Na jó. Elvagyok, nem bepa.